Egyre méretesebbé válunk. Ez nem feltétlenül a mi hibánk, hiszen olyan környezetben élünk, amit az Amerikai Kardiológiai Társaság úgy minősített, hogy obezogén. Más szóval, akaratlanul is egy olyan világot hoztunk létre, ami elhízásra hajlamosít. Olyan világ ez, amit az autók, az informatikai eszközök és a munkaerőt kiváltó technológiák uralnak. Életmódunk és munkahelyünk is olyan, hogy a testmozgás sokunk számára csak egy opció, nem pedig életünk szerves része. Olyan élelmiszer univerzum a miénk, amit uralnak a feldolgozott ételek, melyek túl sok üres kalóriát, ugyanakkor túl kevés olyan tápanyagot tartalmaznak, amelyekre a jó egészség megőrzéséhez lenne szükségünk. A média tele van hirdetésekkel, amik arra ösztönöznek, hogy egyre többet fogyasszunk. A gyors ételek mindenütt ott kísértenek. Nem kell hát csodálkozni, hogy alig maradt ember, akinek egészséges a testsúlya. De vannak más problémák is. Egyesek számára mindez esztétikai kérdés. Vékonyak vagy karcsúbbak szeretnének lenni. Mások számára a dolog alapvetően egészségügyi probléma. A túlsúly számtalan különböző egészségügyi probléma kockázatát fokozza. Így aztán diétázunk. Sokféle diéta létezik. És hogy őszinte legyek, a legtöbbjük nem működik. Nehéz betartani őket. Amikor lefogyunk, igen gyakran nem csupán zsírt adunk le, hanem az izomtömegünkből is veszítünk. Amikor pedig ismét súlyt szedünk fel, sajnos annak a nagy része túl gyakran zsírszövet. Ezért a szakértők mindig azt tanácsolják, hogy ötvözzük a diétát a testmozgással. Ám ezt néha nem könnyű megtenni. Kitartani mellette pedig kifejezetten nehéz. Ami egy újabb oka annak, hogy általában véve miért válunk egyre méretesebbé. A fogyás leghatékonyabb módja a kifejezetten erre a célra összeállított, alacsony kalóriatartalmú étkezést helyettesítő készítmények használata. De ebben a kategóriában is túl sok a gyenge minőségű termék. Túl sok az olyan, amelyikben gyenge minőségű fehérje található, ami nem segíti az izomtömeg megtartását. Továbbá túl sok az olyan is, amelyekben rengeteg a cukor, hogy a fehérje készítmény íze jobb legyen. Amitől persze az önvércukor szintje megugrik, ami miatt aztán hirtelen túl sok inzulin termelődik, ezért leesik a vércukorszint, s így ön hamarosan megint éhes lesz. Mi egy másik megközelítést alkalmaztunk. Összeválogattuk a legjobb természetes összetevőket, amik egy teljes spektrumú étkezést helyettesítő készítményhez szükségesek. Majd hozzáadtuk a legjobb minőségű fehérjét, amely több tanulmány szerint is segít megtartani az izomtömeget, és amely már önmagában is csökkenti az éhségérzetet. Végül természetes ízanyagokkal dobtuk fel készítményünket, amelynek cukortartalma olyan alacsony, hogy a vércukorszintre gyakorolt hatása nem is mérhető. Így nem emelkedik meg hirtelen az inzulin szintje. Nem termelődik több, mintha egy zöldségsalátát ennénk meg. Ebből következik, hogy cukorbetegek és fogyókúrázók is fogyaszthatják. De ez még nem minden. Speciális prebiotikumot is hozzáadtunk a termékhez, azaz olyan rostkeveréket, amely nem nekünk, hanem a beleinkben élő mikrobáknak szolgál táplálékul. Ezek a barátságos baktériumok igen nagy mértékben hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez, ami további előnyökkel jár. Először is a prebiotikus rostok teltségérzetet okoznak, csökkentik az étvágyat, és az éhségérzetet pedig tovább késleltetik. Másodszor, amikor a mikroorganizmusok lebontják a rostokat, rövid szénláncú zsírsavak keletkeznek, amelyek hozzájárulnak az emésztőrendszer egészségéhez, illetve szintén segítenek csökkenteni az étvágyat. A linség számos különböző módon alkalmazható attól függően, hogy ön mit akar elérni. Amennyiben fogyni szeretne, használja a linségkészítményt naponta két étkezés helyettesítésére. Amennyiben szeretné megőrizni jelenlegi testsúlyát, naponta csak egy étkezés kiváltására használja a linséket. Az izomtöveg növeléséhez iktassa be a linségkészítményt a szokásos étrendjébe, és végezzen rendszeres testgyakorlást. Maximális izomépítéshez a linséket a nap utolsó étkezésének részeként fogyassza, hogy a bevitt kiváló minőségű fehérje feldolgozása után az aminósavak szintje éjjel éri el a csúcsértéket, amikor a növekedési hormon szintje is a legmagasabb a szervezetben.